Idén ötödik alkalommal rendezte meg a Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda a szemét szoborépítő versenyt középiskolások számára. Papírból, PET-palackból és egyéb újrahasznosítható hulladékból kellett a diákoknak egy szobrot elkészíteniük a megadott témával kapcsolatban. A Vörösmarty téren összesen hat alkotást tekinthettek meg az arra járók. A legkreatívabbnak a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola Liszt szobrát találta a zsűri. A második és a harmadik helyet pedig a Spitz Művészeti Líceum csapatai szerezték meg egy tűzoltót és egy ágas-bogas fát megformáló alkotásukkal.